Üdvözlet mindenkinek, 2023, 4. H. 12 -e van itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal megmutatok csak mindössze két-három rövid videót, illetve igyekszem keresni hozzá kommentárt az internetről. Ez az első azzal kapcsolatos, hogy mi is az Egyesült Nemzetek szervezete, illetve a világot uraló és irányító elit terve a jövőre nézést a gyerekekkel. Ezután átérünk arra, hogy hogyan is tudják manipulálni a szavazásokat, még akkor is, hogyha nem feltétlen közvetlenül, de a közösségi média oldalakon keresztül. Amennyiben lesz időnk, megnézzük azt is, hogy milyen új munkahelyeket lehet majd a jövőben találni. Az első ezek közül igen érdekes volt számomra, egyfajta parkolási ellenőr egy kicsit innovatív a megoldás, de mindenképpen figyelemre méltó, mielőtt nekivágunk ennek Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez tehát az új világrend hírek az infobaba.hu weboldalon 2023. 4. hó 12-én. Mielőtt neki kezdünk ennek a videónak, azt szeretném leszögezni, hogy rengeteg olyan dolog van, törvényi szabályozás, ami úgy gondolom, hogy hasznos, még akkor is, hogyha esetleg nem a jó szándéká mögötte, de kétségtelenül valamit csinálni kell ezekkel a dolgokkal szabályozni. Nem azt mondom, hogy minden törvény, amit hoznak, az gonosz, vagy az rossz, csak azt mondom, hogy ki lehet használni a törvényhozást arra, amire a világot ulaló és irányító elit használja, az pedig azt, hogy az emberek jogait csökkentse időről időre, napról napra, és a végén eljussunk oda, ahova szeretnék, hogy eljussunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek nem lesz semmije, és nem is lesznek jogai, hanem egyfajta házi állat lesz, vagy haszonállat talán így még helyesebb. A TVO csatorna, amely egy kanadai hírcsatornáról már beszéltem számos alkalommal, és arról szól ez a rövid videó, hogy ki fogja a gyermekeket online biztonságban tartani. Ugye az az állítás, hogyha mindenkit egyenlőként kezelünk az interneten, akkor az azzal jár, hogy a gyerekeket felnőttként Kell majd számon tartani. Így indult az internet, és valamit tenni kell ezzel. És ami belebonyolódik, bár ő nem beszél konkrétan arról, amit mindenki úgy ismer már, hogy gender elmélet, vagy gender elmélet, ez a zűrzavar a nemek kapcsán, de aki figyelt, az hallotta, hogy arról beszél, hogy egy gyermek az még nem teljesen kifejlődött felnőtt. Nem veszi számításba ez az elgondolás azt, hogy a gyerek az még nem egy teljesen kifejlődött felnőtt az, hogy még szükséges fejlődnie a gyereknek, illetve élettapasztalatot gyűjteni. Most, ha itt azt mondja egy szakértő, hogy a gyerek még nem kifejlett felnőtt, mint ahogy nem az, akkor hogyan lehetséges, hogy meghatározhatja, hogy milyen nemű, és odáig jutottunk, hogy eldöntheti azt is, hogy mikor alakítatja át magát, mikor kezdi meg hormonálisan, akár fizikálisan, vagy csak társadalmilag ezt a fajta átalakulást. Szóval egyik oldalon azt mondják, hogy még nem elég fejlett szükség van tapasztalata és fejlődésre ahhoz, hogy az internetet használja, de ahhoz nem kell, hogy fejlődjön, hogy eldöntse, hogy milyen nemű. Vége. A következő videó, az, ez rövid lesz, és nem is fogom hosszúra nyújtani, ez csak alátámasztandó azt, amit már ezerszer elmondtam. Egyfajta alkotmány ellenes cenzúrát működtetett mindezen hivatalokon keresztül a kormány a 2020-as választások idején. Most már ezt tudjuk a Twitter dokumentumokból, és ez egy meghallgatás a házbizottságban, és a kérdés az, hogy ez így van-e? Wow. Így van, ez így van. És azt válaszolta a meghallgatott, hogy pontosan. Not just meetings, not just Nem csak találkozókról van szó, vagy különböző történeteknek a cenzúrázásáról.

Így van, és ezt, a, ezt az összeget kifizették, Twitter megerősítette ezt. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.